Sziasztok! Ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban dr. Nógrádi Noával, Betlen Annával és Sáfrány Rékával beszélgetünk, azokkal a nőjogi szakértőkkel, akik a Partizán március 28-ai élő adásában értékelték az ex-igazságügyi miniszter Varga Judit és a nőszervezetek közötti egyeztetéseket 2020 táján. Arra gondoltunk, hasznos lenne egy utánkövető Zsófilter epizód, amelyben reflektálunk a Partizán adásra, illetve folytatjuk a beszélgetést olyan szempontok megvitatásával amelyekre nem jutott idő akkor. Érdemes megnézni tehát a március 28-ai élőadást a Partizán YouTube csatornáján, előzményként ehhez a mai epizódhoz. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon kívül most a személyi jövedelemadótok 1%-ával is támogathatjátok. A csatorna szabad működéséhez, fennmaradásához és fejlődéséhez sokat hozzátesz a felajánlásotok. Köszönet Írsik Bencének a hangutó munkájáért, Kilizsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! És nektek is köszi, hogy itt vagytok. Mi is köszönjük, hogy meghívtatok. Köszönjük szépen. Köszi. Én kezdeném egy ilyen pozitív felütéssel és saját érzelmeim behozatalával, ha nem bánjátok. Én először is nagyon büszke vagyok arra, hogy megvalósult az az adás, amiben részt vettetek, és én nagyon büszke voltam arra, hogy szerkesztőként abban részt vehettem, és szerintem azért, mert nagyon ritkán jut ekkora figyelem a családon belüli erőszakra, és nagyon nehéz dolgotok is volt szerintem, mert egy nagyon-nagyon felfokozott helyzetben, társadalmi állapotban kellett erről megnyilvánulni. És még arra is büszke vagyok, hogy az adást egyébként több mint 205 ezeren látták azóta. Kíváncsi vagyok arra, hogy ti, hogy éltétek meg, akár személyes szinten, akár szakmai szinten, és azóta kaptatok-e visszajelzéseket? Réka? Én örültem nagyon annak a lehetőségnek, bár azt is lehetett érezni, hogy akárhogy is közelítünk elhez a témához, nagyon nehéz lesz, és, és lehetnek olyan negatív és pozitív hatásra is, amik kivéthetetlenek, amik, amik a, a téma ellentmondásosságából adódnak, hogy ismerjük a szereplőket, és az egész egy politikai térben játszódik le. Mindezt felmérve vállalkoztunk arra az adásra, hozzám nem olyan nagyon sok. Szakmai visszajelzés érkezett, személyes, annál inkább és pozitívak érkeztek. Tehát olyanok, amik arról szóltak, hogy jobban megértik most már ezt a problémát, ők is fontosnak tartották, hogy magáról a témáról, ennek a hátteréről többet tudjanak, és a nőszervezetek szempontjait, meg a keresztül, rajtunk keresztül a nők szempontjait jobban megjelenítsük. Igen, és azt akartam még kiegészíteni most erre rá kapcsolódva, hogy nem csak a családon belüli erőszakra ö, irányul kevés figyelem, vagy ritkán irányul figyelem, hanem arra a munkára, amit ti csináltatok például a családjogi civil munkacsoportban. Tehát erre a soha nem igazán látható egyeztetéses folyamatra mondjuk döntéshozókkal, vagy ö, Például Varga Judit akkori miniszterrel és hogy ezekre általában senki nem kíváncsi, ezekre a szakmai <laughs> egyeztetésekre, ezeket a szakmai anyagokat senki nem nagyon olvassa el az átlag nézők közül. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy ezeket ki tudtátok fejteni. Noá, te hogy élted meg, és maradt-e benned hiányérzet? Hát az van, hogy egyébként én úgy mentem be akkor, hogy, fú, hát én most uh, uh, milyen nagyon kimért és kiegyensúlyozott leszek, és majd. Uh, majd nagyon keveset fog, csak kiegészítem az annát, meg a réket, majd és így tovább, hogyha esetleg valami ne, nem, valamit ők nem mondanak el azért, mert mondjuk azon az ülésen pont nem voltak ott, vagy ilyesmi, szóval ez volt a mindset, az ilyen hozzájás, amivel bementem, Hát ez abban a pillanatban, hogy a bejátszót megnéztük így, elröppent. <gül> <gül> é, és ugyan, ugyan, már láttam előtte ezt a részt természetesen, de hogy így mégis így felprögtem, meg bedőltem, meg szóval, láttátok is, hogy ki látta azt az adást, hogy ott így elég intenzíven beszéltem végül. Azt szerintem érdemes lehet tudni, vagy hogy talán ez így nem világos kívülről, hogy annyira kevés lehetőségünk van, ahogy te is mondtad, azt a rengeteg dolgot és problémát kihangosítani ö, nagyobb közönség előtt, amiket mi ismerünk, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen elszalaszhatatlan és ilyen kulcsfontosságú pillanatoknak tűnnek, amikor egy ilyen nagyon szűk csövön akarunk nagyon széles tartalmat ö, átszuszakolni nagyon gyorsan, és úgy, hogy át is menjen. És ez egy baromi nehéz feladat, mert hogy közben az embernek egyfolytában priorizálnia kell. Tehát, hogy mondjuk, ugye azzal kezdődött, hogy, hogy a bejátszásban ott felsorásra kerültek dolgok, és azt hiszem, hogy mondtam is, hogy ezt így tételesen lehetne, de mindet egyenként fél-egy órás ilyen, ilyen tirádákban megcáfolni, és hogy most akkor minden alkalommal, minden kérdésre ki kell válogatni, hogy most így a 40 problémából mi az az egy, amit elmondok, vagy mi az a kettő, amit így el tudok úgy mondani, hogy át is menjen. Úgyhogy ez egy ilyen egész más állapotban rakja az embert, ez az ilyen, ez a sürgősség érzet, vagy ez az ilyen most vagy soha érzet egy kicsit. Úgyhogy ez egy ilyen volt nekem így megélésileg, és amúgy, amúgy meglepően jó visszhangokat kaptam, tök random helyekről is, azzal kapcsolatban, hogy így, hogy így néhány dolog helyre került, vagy hogy, vagy, 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 vagy egy ilyen tágabb kontextus kaptak olyanok, akik nem foglalkoznak annyira sokat ezzel a témával, amire előtte nem is feltétlenül gondoltak volna, úgyhogy ez, ez ennek én nagyon örülök. Nyilván volt, akinek, nem tetszett az, hogy, hogy egy picit dühösebben beszéltem, mint, mint ez feltétlenül meg van szokva, pláne nőktől, de hát most ez, ez történt. Mielőtt, bocsánat, Anna, átadnám a szót, erre tényleg én is reagálnék, mert én ettől ki vagyok, hogy ha valaki egy kicsit, nem tudom, érzelemdúsabban beszél, vagy nem is feltétlenül érzelemdúsabban, de csak, nem tudom, a nem, nem a megszokott hangnemben, amit mondjuk a partizánon általában lát az ember, hogy így, nem tudom, politikai elemzők elemzik a dolgokat, és akkor ott nagyon ki van elemezve minden. Mi ott a vezérlőben egyébként, amikor beszélgettetek, és ilyen nagyon nyersen fogalmaztatók, vagy indulatosabban, akkor így, így mondtuk, még így bologatunk, hogy yes, ez az. Tehát, hogy ez egy ilyen friss élmény, és hogy ez egy jó dolog, de hogy én úgy szeretném normalizálni ezt, és Réka hozzáfűzni? Igen, hogyha itt hozzáfűzhetnék valamit, hogy igazából baromi nehéz nőként aktivistának lenni, lenni, emiatt, ezek miatt a szerepelvárások miatt. Tehát én ezzel elég régen, elég nyersen szembesültem, amikor valaki azt mondta, még a pályám elején, amikor megkérdeztem, mivel foglalkozom, és mondtam, hogy nő jó, akkor mondta, hogy nem szégyelled magad? Wow. Ezt egy férfi volt képes mondani, és akkor ö, abszolút így lejött, hogy, hogy az a szocializáció, ami nőként keresztül megyünk, főleg itt Magyarországon, és amit elvárnak ezek alapján, azzal teljesen szembe megy az, hogy ez ellen. Próbálod, ugye? Igen, érzékenyíteni és akkor még az nem is embereket. Voltál, és akkor még nem is voltál intenzív, hanem csak úgy kijelentetted, hogy mivel foglalkozol. Igen. Tehát már az is elég ahhoz, hogy így, hogy így az, inger, az inger küszöbet úgy rosszul üsse meg, vagy nem tudom. De, de pozitívum olyan visszajelzést is kaptam, hogy ez tök jó volt ez az, ez az ilyen intenzívebb dolog, és hogy így, hogy, hogy valósabbá tette, hogy ezek nem csak ilyen száraz elemezgethető problémák, hanem ezek ilyen nagyon nyers és húsba vágó és, és, és figyelmet igénylő dolgok, szóval volt, akinek ez igen, Anna. Én leginkább személyes visszajelzéseket kaptam, hogy jó voltál, meg ilyesmi, hát ez nem szakmai. Egy, egy olyan volt, akivel vitába kéne keveredni, de még nem volt időnk megvitatni, tehát azt arról majd esetleg utólag beszámolni. Visszatérve erre, amit, amit Réka most mesélt, én velem közel 30 évvel ezelőtt történt, nem férfi, hanem egy nő kérdezte ugyanezt, amikor, amikor az akkori minisztérium megfelelő osztályára kerültem. Úgy hívták akkor, hogy nőpolitikai titkárság, hogy te ez nem ciki, te most akkor feminista lettél? Kérdezte egy gyermekkori barátném, aki egyéb iránt értelmiségi volt meg minden, szóval nem, nem a tudatlanság mélyéből érkezett, igen, tehát a nők dolgaival foglalkozni, ebbe volt valami sikamlós, valami valami nem oké. Okay. Ami még eszembe jutott az az, hogy nekem még az is egy ilyen fontos szempont volt, hogy hogy hogyan reagálunk, tehát hogy milyen annak a hangneme, nem csak azért, hogy mennyire indulatos, hanem hogy ne legyen hiszterizáló, vagy hogy ne váltsa ki azt a... Azt a reakciót, hogy ettől így ilyen tehetetlen dühöt kezdünk elérezni, vagy ilyesmi, és szerintem ezt azért mondom, hogy mi van e mögött, hogy gyakran kapunk olyan visszajelzést, vagy olyan felkérést, hogy ha valami történik a nőkelen erőszak témájában, és ez nagyobb nyilvánosokat kap, akkor reagáljunk már rá és legyünk már felháborodva. Hát ugye Varga Judit maga is ezzel vádolta a nőszervezeteket, hogy ilyenkor bezzeg ne, nem állnak ki. Ez volt órákkal mondjuk a, postja, a Facebook posztja után, tehát hogy a nőszervezeteknek így azonnal kellett volna mindenféle sztétmentet kirakni az elvárásai szerint. Igen, igen, és mi az fontosnak tartottuk, hogy hogy megerősítsük azt, hogy ő, ő igazat mondhatott, és, és ezen egyetértünk, de a politikai felhasználhatóság vagy az, amit mi szeretnénk elutasítani, illetve ez a fajta olyan hangnem, ami, ami tényleg képes ö, ö, valamiféle hisztériát vagy egy ilyen tehetetlen, de de nem célzott dühöt kelteni, aminek aztán tényleg nincs értelme. És nőszervezetek mindig odafigyelnek a kommunikációjunknak, nem csak a tartalmára, hanem, hanem ennek a hangnemére is, és próbálják kerülni ö, ezt, ö, pont azért, hogy Értelmezzék az adott helyzetet, és irányt mutassanak a, a közvéleményben is arra, hogy, hogy hogyan tudnak tenni a, az ügy érdekében. És még valamit nagyon fontosnak tartok itt, ami miatt az ő nyilatkozata tényleg támadásnak minősül, és méltatlan támadásnak egyéb iránt, amit kénytelen vagyok visszautasítani az összes nő szervezet nevében, ugyanis mi mindig mindenféle nőt ellátunk, ha ellátásért hozzánk fordulnak, és mindig mindenféle nőnek tök mindegy, hogy neki mi a világnézete, milyen a vagyonai helyzete, milyen a a hozzáállása akármi máshoz. <kül> ha ő például rászorul a mi ellátásunkra, támogatásunkra, képviseletünkre, és ezt tudjuk neki nyújtani, akkor meg fogja kapni. Tehát úgy elsősorban a jogvédő és a, a, a lelki szolgáltatás nyújtó ö, ö, szervezeteinkre gondolok, amelyek nem kérdezik és nem is foglalkoznak azzal, hogy ő neki mik a, milyen pártállása van, vagy mi a világnézete annak, aki hozzánk fordul. Most ezek után lebalosozni bennünket, és ezen az alapon ö, ö, ránk sütni azt, hogy mi azért nem álltunk volna ki, mintha kiállhattunk volna, vagy mintha bármit mint például megkeresett volna bennünket, ugye, velette, mert mi valósok vagyunk, ő pedig lenne, ez kifejezetten egy méltatlan támadás, aminek nincs helye. Noa? Én még erre a, erre a dühösség témára csatolnék egy picit vissza, meg így kiebb ki zoomolva, hogy ez egyébként nekem egy nagyon érdekes kérdés volt így aktivistaként, per nőjogi mozgalmárként, per nem tudom, aki, aki, aki szerette volna, hogy a nők ugye előrébb haladjon, ennek a figyelése, hogy, hogy mikor érik meg a magyar társadalom a nők dühére igazából. <laughs> és én éltem más országokban is korábban, és láttam ott is, hogy hogy, hogy, hogy néz ki mondjuk egy nőnapi felvonulás, és mondjuk Barcelonában az mit jelent, és miket kiabálnak az emberek, a nők, és csomószor velük együtt férfiak is, és hogyan. És nagyon nagy volt a kontraszt nekem ö, a magyar szomorúsággal szemben. Ö, és, és itt szerintem nagyon sokáig a társadalom adottságai miatt is, és a mi politikai kultúránk adottságai miatt, például ö, akár a felvonulásokon, vagy mondjuk, hogyha a nématanukra gondoltok, vagy bármilyen eseményre, amiket szerveztünk, a gyász és a szomorúság dominált. Szóval nekem személyesen ezzel volt egy olyan gondolásom, hogy az, hogy az, hogy ez nem egy könnyen cselekvésség konvertálható lélekállapot vagy érzés, hanem egy ilyen nagyon, hát igen, tehetetlen és fájó dolog. Én a magam tevékenységével például próbáltam így azt egyrészt így lehőmérőzgetni, meg így megnézegetni, mondjuk kommunikációs anyagokban is akár, hogyha egy picit a, a, a cselekvő felé tereljük a hangvételt, akkor mi történik, és hogy van-e van eltolódás. És egyébként én úgy látom, hogy, hogy alakul. Szóval, hogy én úgy látom, hogy egyre több düre van fogadókészség is, meg kifejezőkészség is. Ez nyilván egyébként egy ilyen, akár a tágabb, a globális diskurzuson belül is értelmezhető, tehát, hogy így abban is, abban azoknak a hullámai is kihatással vannak, akár a mi régiónkban is, hogyha mondjuk így nézzük ezeket az ilyen nagy globális jelenségeket, mint a MeToo, vagy egyes partikuláris esetek, de, de, de nézhetjük azt is, hogy így terjed a tudás, vagy az információ erről felfelbukkannak különféle egyéb, különféle podcastok például, meg, meg, egyre több ilyen olyan kommunikációs felület, meg ilyen beszélgetési felület, ahol, ahol okébbá válik a felháborodást kifejezni a felett, hogy, hogy, hogy ölik a nőket, és senki nem csinál semmit, és ez nem csak egy szomorú dolog, hanem ez egy igazságtalan és dühítő dolog. Szóval, szóval én egyébként úgy látom, hogy ez kezd talán így a, a dű, és, és különösen a cselekvésbe csatornázható dű, feminista dű egy ilyen kicsit elfogadhatóbb dologgá válni, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, vagy akár öt-hat évvel ezelőtt volt. Hm, Tök jó hogy így érzed, én már csak érezném, én is azt akartam mondani, hogy még a nőszervezeti éveim alatt, mikor én is egy ilyen sajtó megjelenésekben, interjúkban részt vettem, pont a Néma tanúk, az 2019-20 tájéken, a Néma tanúkkal kapcsolatban hívtak be az ATV-be, akkor a NAN Egyesület képviseletében, és emlékszem, hogy utána voltak ilyen reakciók ismerőseimtől, hogy olyan jó, hogy ilyen nyugodtan tudtad képviselni ezt az ügyet, hogy ilyen nyugodtan tudtál beszélni róla. És így értem, hogy ez miért jó, de közben én is nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy amikor az emberre a szakmai életén túl nyilván érzelmileg is hat annak a valósága, hogy megismeri a nők elleni erőszak tényeit, nekem volt olyan, pár hónap, vagy nem tudom mennyi idő az életemben, mikor ez annyira elő volt, és annyira tudatába kerültem annak, hogy mennyi nőt, milyen uh -huh. módokon, hogyan bántalmaznak, ölnek, és akkor, ez, és akkor az az elvárás, hogy én ilyen nyugodt, hideg vérrel uh -huh. ö ö beszéljek, akkor így ordítani akarok. Egyébként Mert, bocsi. Igen. Egyébként, ennyi. Szerintem a mai napig egyébként dicsérik tehát hogy, hogyha, hogyha így tudod hozni ezt a ezt a nagyon nyugodtan és igattan és női szocializáltan tudsz beszélni ezekről a vérlázító dolgokról, akkor azért még mindig nyilván tehát megkapod a buksi amúgy. Nem? Én ezért egy kicsit árnyalnám, hogy milyennek a, mi a, nyugodtabb kommunikációnak, hogy mi, mi, lehet a célja. Az is egy ilyen egyfajta zoomolást igénye szerintem. Én nekem például az ilyenkor a célom, hogy, hogy egy kicsit több, több empátiát ébresztek az ügyiránt, iránt, és rámutassunk arra, hogy mi értjük ennek a jelenségnek a kiterjedtségét, a, egyfajta logikáját, az, hogy hogyan illeszkedik a szocializációba, a társadalomba, hogy mennyire része a nők elleni erőszak uh -huh. a, a női-férfi szerepek kialakulásának, és ez maga teljesen felháborító, tehát ez ez mélyen felháborító és cselekvést igényel, de amit kipróbálunk ezzel váltani, amit mondtam, ez a, például az empátia is, hogy ez iránt nagyobb empátia legyen az emberekben, és hogy ez már kicsi kortól legyen kultiválva, hogy, hogy ez nem oké. Én például kifejezetten szeretek racionálisan beszélni erről a kérdésről, mert az én fő mondani valóm az az, hogy azon túl menőleg, hogy ennek milyen felháborító és milyen extrém megnyilatkozásai vannak, és milyen eseteink vannak, amelyek persze a maguk konkrétságában kiváltják azt a mérhetetlen dühöt én belőlem is, és bárkiből, aki szembesül velük, amiről most Noá beszélt, de a háttér az egy társadalmi struktúra, aminek a a nők elleni erőszak az csupán az eszközrendszere. Ennek a társadalmi struktúrának, amely ugye úgy írható le egyszerűen, hogy az összes jószág, ami egy társadalomban van a hatalomtól a levegőig, az egyelőtlenül oszlik meg férfiak és nők között, és ez nem véletlen ez egy gazdasági valóság, a gazdálkodás is egyenlőtlenül alkalmazza, illetve jutalmazza a férfiakat és nőket és minden más mondom, az egész társadalom minden jószága egyelőtlenül oszlik meg, és ez egy alapkérdés, a társadalom alapköve ha erről nem racionálisan beszélünk, és nem tudományosan, tudományos alapon, akkor ez maga nem nyilatkozik meg, ezt nem tudjuk meg. Egyébként azt kell mondani, hogy nem szoktuk tudni. Tehát az emberek ezt nem tudják, hogy amikor látják, hogy a nőknek alacsonyabb a fizetésük, akkor sokszor vagy valami véletlennel hozzák összefüggésbe, vagy hát persze, hogy lehet összehasonlítani egy konyhás nénit egy lakatossal, hogy egyelő munkáira egyelőbbért tudjunk érvényesíteni, vagy pedig a nők személyiségével hozzák összefüggésbe, be. Hát nézzétek meg, hogy hogy tárgyalnak egy munka egy felvételi beszélgetésen. Hát kevesebbet kérnek, mint a férfiak. Hát mit csináljunk? Szóval, hogy tulajdonképpen szeretjük újra és újra levinni az egyén szintjére ezt a problémát, ami véleményem szerint persze az egyén szintjén is érteni, és ö, ö, kezelni, és, és, és megismerni kell. De alapvetően nagyon fontos, hogy mindenki lássa, hogy ez egy ez egy alapvető struktúrája a társadalomunknak. Alapvetőbb a nők és a férfiak közötti egyenlőtlen hatalom és minden más megosztás, mint amilyen mondjuk a, az osztályok közötti jövedelem és vagyon és, és lehetőség megosztás. Tehát ez egy nagyon alapvető probléma. Miért kell erről beszélni? Még ez az utolsó, amit ide szeretnék fűzni. És miért kell erről értelmesen és racionálisan beszélni, nem indulattal? Azért, mert a férfiaknak, tehát akik ennek az eloszlásnak a, az, az előnyös oldalán állnak, és meg kell érteniük azt, hogy nekik is az az érdekük, hogy egyelőbb legyen a megosztás. Igaz, hogy rövid távon úgy tűnik, és azt élik meg, hogy ők mégis mindig jobban járnak, tehát ebből nem szeretnének engedni. De, de alapvetően mégis azt kell látnunk, hogy egy olyan társadalomban, amelyben nem nemek szerint, hanem okosság, tehetségesség, alkalmasság, hatékonyság szerint oszlanak meg a lehetőségek, ott az is jobban jár, aki a, aki a hagyományosan jobb oldalon ö, helyezkedik el. Az egész társadalom jár jobban ugyanis. Noah? Szerintem egyébként ez egy hamis szembeállítás, az, hogy vagy racionálisan beszélünk, vagy felháborodottan. Tehát én azt gondolom, hogy lehet felháborodottan racionális dolgokat mondani. Látunk így a, a, még a feminizmus szférájából kilépve is, hogyha körülnézünk, látunk ö, ö, hevesebb érveléssel rendelkező különböző politikai gondolkodókat, meg meg, meg, ö, meg nyugodtabb vérmérsékletőket, és, és itt is, és én azt gondolom, hogy ennek mind helye kell, hogy legyen a mi mozgalunkon belül is, és nagyon jó, hogy van ez. Én nagyon szerettem, és egy kicsit visszacsatolva a két héttel ezelőttire, én nagyon szerettem így a mi spektrumunkat ebben az értelemben, hogy így, hogy így kinek, kinek megvan a maga beszédmódja, mm -hmm. és jónak tartom mm -hmm. azt, hogyha nem egyfélék vagyunk, mert amúgy nem egyfélék vagyunk, mm -hmm. nekünk talán még többet kell azon gondolkodni, vagy még tudatosabbnak kell lennünk így a kontextus miatt arról, hogy milyen hangvételben beszélünk bizonyos helyzetekben, hogy ki a közönségünk abban az adott helyzetben, hogy most férfiakat akarunk meggyőzni, vagy nőket akarunk feltüzelni, hogy, hogy csatlakozzanak az ügyhöz, tehát hogy egy csomó féle cél létezik, és az tökre meg tudja azt határozni, hogy mit, akár mit engedünk meg magunknak hangvételben, vagy hogy mi az, amit így tudatosan próbálunk viselni. Én egyébként ebben is látok egy ilyen meta igazságtalanságot, hogy nekünk ebben ennyire reflexívnek és tudatosnak kell lenni, és nem engedhetjük úgy el magunkat, mint egy puzsér, vagy mint egyébként akár <laughs> a marci, hogy, így nem, hogy nem lehet így Abszolút. autentikusan, autentikusan úgy lenni, hanem nagyon ötvenszer végig kell mindent mindig gondolni, de hát most így nincs, mese, ebben a kontextusban vagyunk, és nekünk így kell van uh, navigálni, próbálni. Pont ezt akartam mondani, hogy férfiak állandóan csinálják a felindult, uh, racionális kinyilatkoztatásokat, uh, vagy akár érzelmi kinyilatkoztatásokat, és az is oké okay, számukra. És uh, Réka. Péter! Magyar Péter. Magyar, <laughs> <laughs> az egyébként érdekes, hogy két hét alatt, most csak másfél hét. Járunk, amikor ezt felvesszük éppen, már ennyi idő alatt is teljesen elfelejtette egyébként Varga Judit ügyét, meg az egész dolgot. É, az én érzékelésem szerint a, a, a közbeszéd, miközben ugye Magyar Péteren tovább pörgünk. Ez is egy érdekes dolog, hogy amit tudom én, az ilyen jobbos uh, influencereknek a posztjait uh, akkoriban nekem feldobta mondjuk két napig a Facebook meg az Instagram, és akkor ők hihetetlen, hát idézőjelben feministák lettek két napra, és a bántalmazással nagyon aktívan foglalkoztak az azóta uh, szerintem így ki is merült, szóval innen is uh, lehet tudni nyilván, hogy ez mennyire volt komoly. Igen, ja, de ezért ez félelmetes, és tényleg az, uh, amit Noa mesélt uh, Barcelonáról, vagy a spanyol társadalomról, hogy uh, ez nyilvánvalóan előbre jár a, mm, ez az iránti téma, iránti érzékenységben, és ehhez kellett uh, a nagyon sok minden. Szóval, uh, mm. egy, tehát kellett, hogy felnőjön egy olyan generáció, meg sokkal bátrabb. Tehát ők olyan szinten tudnak gondolkodni erről a kérdésről, amit mi nem tudunk elképzelni, mert mi nem. Tehát nekünk gátat szab, a képzeletünknek is az, amiben szocializálódunk. Tehát az a fajta szabad gondolkodás, hogy, hogy igen, hogy ez igazságtalan, és ezt kimondjuk, és, és ezt felszínen tartjuk ezt a témát, nem hagyjuk elsikadni, visszavisszük az iskolákba, beszélünk róla. Ez itt nagyon hiányzik nekünk, és ezt, és ezt látjuk magunk körül ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy a spanyol példa azért nagyon jó, <kül> mert ott volt egy pár év, talán egy évtized, amikor egy olyan kormányzat, vagy olyan kormányzatok működtek, amelyeknek a tevékenységebe beletartozott a nők elleni, erőszak elleni határozott kormányzati fellépés, intézményeket hoztak, intézményrendszert hoztak létre. Az intézményrendszer az nem játék, az komoly dolog, az megtelik tartalommal, abban emberek dolgoznak, embereket képeznek ki. Ott tudás nő, és ott, ott intézkedés történik. Tehát ott az lecsurog az emberek közé, egyrészt megjelenik a hírekben, másrészt az emberek megélik, mert, mert oda mennek segítségére és kapnak, és, és ez elterjed, és az emberek gondolkodásába és beszédjébe belekerül ez a tény, hogy ilyen van, erről lehet beszélni, fogalmak terjednek el, stb. <kül> Mi nálunk akkor sem volt érdemi intézményrendszere a nőket érő erőszak elleni fellépésnek, amikor úgynevezett balos hogy Varga Judit kifejezését alkalmazzam. Kormányzatok működtek. Ez, ez, egyáltalán soha nem jött létre mi nálunk. Néhány ilyen látszat intézkedés volt, de intézményrendszer nem jött létre, oktatás nem volt, ezt mindig mindenütt elmondom, hogy minden szakmában oktatni kell ezt a dolgot, és kutatni kell ezt a dolgot, és adatot kell gyűjteni, és az adatokat nyilvánosságra kell hozni, és erről beszélni kell. Mert különben nincs helye annak a bátorságnak, amiről te beszélsz. Nincsenek hozzá szavaink. Akkor nincs, miről, mire összefogjanak, miről beszéljenek azok az emberek, akiket ez akármelyik oldalról is érint. Tehát nem helyeslem azt, a, azt például, amit gyakorta el szokott terjedni, hogy vagy sokan mondják, hogy mi nálunk gyenge a nőmozgalom. Hát bocsi. Mire legyen erős? Miből? Milyen forrásokból? Milyen információval? és milyen intézményrendszerre támaszkodva. Tehát, hogy egy normál országban a civil szervezetek a működés alapjaihoz állami önkormányzati támogatást kapnak. Hát mi nálunk mindenre pályázni kell. Megragadnám az alkalmat, hogy a, mert a balosságot most így többször is emlegettük meg ezt a vádat, hogy így a balos avalos ezek, meg az avalos azok, hogy így mit csináltak, meg mit nem csináltak a nőszervezetek, meg amúgy a magukat balosnak nevező kormányok. Megragadom az alkalmat arra, hogy egy, egy, egy ilyen sztorit egy picit jobban csak amit még csak említettünk ebben a két héttel ezelőtt élőben, ami az a híres sztori, hogy a távoltartásnak az intézménye hogyan született meg Magyarországon, és én ezt a az öreg Róka aktivistáktól sokszor végighallgattam ezt a történetet, hogy az akkori úgynevezett balos kormánynak az volt a problémája a távoltartás intézményével, ugye ez az az intézmény, ami ami azt teszi elrendelhetővé, hogy az elkövető az ne jöhessen, ne közelíthesse meg az áldozatát. X ideig ennek van többféle alverziója, van ideiglenes megelőző, megelőző távoltartás és távoltartás, és ezeknek utána lehet nézni egyrészt a nők joga honlapon, másrészt az áldozatok jogai honlapon, hogy ezeket így hogy lehet igényelni, meg micsodák. Ez volt a közérdekű közlemény része, de hogy amikor, hogy ez nem létezett Magyarországon, ez a jogintézmény, és hogy az egyik nagy ellenérv annak idején az akkori úgynevezett balos kormánytól az az volt, hogy tehát, hogyha egy háztartásban élnek, akkor hogyan lehet, hát az alkotmány ellenes, és jogellenes, hogy a férfit a magántulajdonától távol tartsák. Tehát a férfi magántulajdonának a védelme az egy védendőbb dolog volt a szemükben, mint annak a nőnek a biztonságának a védelme. És akkor ez hogy valós? Vagy a nő magántulajdonának a védelme, mert ő elmenekülhet, és hát Igen. a magántulajdonát Igen. a férfinak, de a férfit ne lehessen kizárni a, Igen. a közös magántulajdon. Igen. És, akkor, és akkor itt ez most behozza ezt az egész kérdést arról, hogy most akkor is erről elég szó van amúgy így a partizán univerzumán belül, hogy akkor mi az a balos, mit nevezünk balos pártoknak elvileg, és így tovább, de hogy ezt, ezt el akartam mesélni, ezt a kis sztorit. Ez nagyon fontos. <laughs> és bocsánat, és akkor megszületett ez a bizonyos távoltartási törvény, aztán 2009-ben, de javítsatok, ha rosszul tudom. Megszületett ez a törvény, amely az én tudomásom szerint néhány hetet tesz lehetővé, max. két hónapot egy húzamban, ha nagyon súlyos a helyzet, miközben Más országokban évekre is távol tarthatják azt az elkövetőt, aki valóban fenyegeti az áldozatát vagy áldozatait. Uh -huh, így van. Nagyon nagyon hiányos lett még így is ez a törvény. És gondoljátok meg, az, hogy például bemegy a nő a rendőrségre, e, vagy kihívja őket, azok megállapítják, hogy tényleg bántalmazás van előbb, megkapja a megelőzőt, utána vagy idegrens megelőzőt, utána a megelőzőt, utána megkapja a bíróságtól a hú két hónapos távoltartást, és még. El se indult se a válló bontóper, mm -hmm. se a büntető eljárás, mind a kettő majd éveken át fog tartani, de majd csak nem tudom, mikor kezdődik. Mit ér a távoltartás egy ilyen helyzetben? Mm -hmm. Egyébként visszatérve arra, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk az interjú kapcsán, én meg kaptam egy olyan szakmait is, hogy, hogy azért arról fontos megemlékezni, hogy az áldozat segítő központokban, illetve sok intézménynél vannak jól képzett és jó szándékú emberek, akik azért igyekeznek segíteni. Ezzel egyetértünk, de nagyon sok minden emellett is hiányzik, és azt mondtuk, hogy igazából az a szemléletmód, az az elismert szemléletmód hiányzik, hogy ez főleg nőknek segítsen, és hogyan segítsen a, a nőket. Egy ilyen rövid időszak a távoltartása arra se elég, hogy mondjuk ma, valaki a gazdasági helyzetét rendezze, vagy pénzügyi helyzetét, hogy ha nincsenek nagyon jó családi kapcsolatai, vagy valamiféle segítő hálója, Magyarországon milyen Segítsége van arra, hogy mondjuk talpra tudjon állni, állást tudjon keresni, stb. És ennek egy kicsit utána néztem, hogy van -e erre jobb példa. Találtam egy nagyon jó szervezetet, ez sajnos az Egyesült Királyságban van, de szerintem példamutató, amit ők csinálnak. Egyrészt arra hívják fel a figyelmet, hogy a gazdasági erőszak az mennyire része egyébként nagyon sok viszonynak, és hogy ez a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszaknak egyik fontos aspektusa, és rávilágítanak arra, hogy ennek mennyiféle formája van, és hogy milyen sok nő van, aki nem, nem is realizálja, hogy azzal, hogy neki nincsen szabadon hozzáférhető pénze, vagy hogy nem csak ő rendelkezik a a fizetése fölött, és egy mondjuk a fizet, egy havi fizetésen túl nincsen szabadon hozzáférhető pénze, az egy, az egy csapda. És ez nem egy véletlenszerű csapda, hanem az egy olyan felépített viszony, amihez a társadalom sokszor ad egy segítő keretet. Ez a civil szervezet nem csak a közvéleményt, meg a médiát próbálja érzékenyíteni a téma iránt, hanem magukat a pénzügyi szervezeteket is. Tehát olyan etikai kódexet fogadtak el, amit magukével tehetnek bankok, és nagyon előremutató, amit csinálnak, mert a bankoknak a munkatársai is érzékenyé válnak, tehát olyan tréningeket kapnak, ahol felismerik ezt a fajta bántalmazást, és olyan módon és olyan szolgáltatásokat tudnak nyújtani, amik segítenek a nőknek kilépni ebből. A bántalmazás felismerhetőségéhez szeretnék bedobni egy kommentekben is visszatérő dolgot az adás alatt, ami egy ilyen reflexzerű reakciónak tűnt így most a társadalomban, vagy a közbeszédben, Varga Judit története kapcsán, nagyon sok embernek igazából a Varga Judit szavahihetőségének a megkérdőjelezése az, az alap volt, de úgy egyébként is, amikor Anna az adásban azt mondta, hogy az áldozatoknak hinni a szakmai minimum, hogy nincs okunk megkérdőjelezni azt, amit Varga Judit mond, hogy nagyon jól leírja a bántalmazásnak a természetét. Mindezzel ezzel együtt az emberek... Teljesen ellene mentek ennek a reakcióikban, és rengeteg kommentben visszaköszön, hogy mi, mégis miért kéne neki hinni, sőt, Sokan azt is uh, nyilatkozzák ki, hogy valójában Varga Judit a bántalmazó, mert hogy a Hajdú Péteres interjúban azt mondja egy ponton, miközben arról beszél, hogy Magyar Péter bizonyítékokat gyűjtött ellene, és nem lenne meglepődve, ha például arról is uh, majd aztán kirakna valami bizonyítékot, hogy amikor ő völtözött a férjével, vagy akár megütötte. És ez az egy momentum teljesen lenullázta az emberekben azt, hogy ez bántalmazás lehetett egyáltalán. És most nem arra kérlek titeket, hogy konkrétan Varga-Judit esetét értékeljétek, vagy, vagy keretezzétek, hanem beszélhetnénk erről a jelenségről, hogy olyan szinten nincs a társadalmi tudatban az, hogy hogy ismerjük fel, hogy ki a bántalmazó és ki a bántalmazott, hogy elég ennyi ahhoz, hogy teljes mértékben visszautasítsuk azt, hogy hiszünk valakinek, akármilyen pozícióban. Anna. A visszaütés a lényege ennek a problémának, ugye? Tehát, hogy az a kérdés merül föl, hogy van-e olyan, hogy kölcsönösen bántalmazzák egymást a felek, vagy nem, -e, nem az-e a bántalmazó, aki rúg vagy üt, vagy mindegy, hogy lehet, hogy tegnap az egyik volt a bántalmazó, ma már a másik, mert most ő rúg, őt. Nem. A bántalmazás az egy hatalmi viszony, és azt kell tudnia, a, a nem azt mondom, hogy mindenkinek de a szakembereknek ezt meg kell tanulniuk az egyetemen, ahol képzik őket a szakmájukra, a rendőröket, meg a tanárokat, meg a szociális munkásokat és a többieket. Meg kell tanulniuk az egyetemen, hogy a bántalmazó kapcsolat az egy hatalmi viszony, ami egyértelműen leírható. Például azokból, amiket az előbb a Réka elmondott, hogy kinél van a pénz, azokból, hogy egyáltalán kidönt dolgokról, hogy kiléphet ki, ki abból a ki kapcsolatból? És kiléphet ki a kapcsolatból, ez is egy nagyon milyen fontos áron? kérdés. Ennek milyen ára van, mikor léphet ki valaki, és lehetnek olyan körülmények, amelyek a kapcsolaton kívülről szorítják bele a feleket a kapcsolatba. Mondok egy példát. Nagyon gyakori az, hogy a bántalmazott nők otthonról, tehát a felnevelő családjukból is egyedül vannak hagyva, vagy nincs, ilyen családjuk meghaltak, állami gondozottaként éltek, stb. Vagy pedig a klasszikus nőnevelésen mentek keresztül, a fiatal asszony felhívja a mamáját a nászútról, ez egy konkrét példa, és azt mondja, hogy borzasztó, ami itt van, én haza akarok menni, és az anyja azt válaszolja neki, hogy ezt velem nem teheted meg. Na most ez az a külső körülmény, amely kívülről beleszorítja a, beleszoríthatja feleket a feleket a bántalmazó kapcsolatba. Tehát ez megint a társadalmi hálózat, amely, amely, amely megerősíti ezt az egész, meg fenntartja ezt az egész borzalmas rendszert. Tehát nekünk, szakembereknek fel kell tudnunk ismerni azt, hogy ki milyen helyzetben van egy kapcsolatban, és hogyha ezt nem tudjuk felismerni, akkor nem vagyunk jó, jó szakemberek. Az ártatlanság vélelmének a fogalmát szokták ilyenkor ugye mondani, hogy de hát miért nem él az ártatlanság vélelme ilyenkor, de szerintem fontos azt felismerni, hogy itt igazából két ártatlanság vélelme Igény ütközik. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ártatlanság vélelme álljon, tehát az legyen az alapfeltételezésünk, hogy a férfi nem csinálta, azzal automatikusan nem áll az ártatlanság vélelme a nőre, mert róla viszont azt gondoljuk ezáltal, hogy ő hazudik hamisvádol, tehát, hogy, hogyha az ártatlanság vélelmét nagyon fontosnak vesszük, akkor mi alapján döntjük el, <laughs> hogy akkor melyik őjükre álljon. És ugye mi azért. Szoktunk inkább arra hajlani, hogy higgyünk a nőknek, mert egyrészt látjuk, hogy egyébként ők a valóságban azt tapasztalják, tehát most így kizumva a Varga Juditról is így a mindennapi intézményekkel való harcukban ezeknek a nőknek, hogy ott az az alapfeltételezés, hogy a nők nem ártatlanok, a nők bűnösök, a nők hazudnak. A nők túloznak, túlérzékenyek, Bosszúállók, ármánykodók, vállás után bosszúból, mit tudom én azért, mert új csaja van, az tehát hogy, hogy ott nem, áll, nem szokott állni az ártatlanság vélelme, és úgy nem szokott állni, hogy közben egyébként azt is tudjuk, hogy hatalmas a látencia, ami azt jelenti, hogy sokkal több bántalmazás van és erőszak, ami nem jut el sem a nyilvánossághoz, sem a hatóságok látókörébe, ami eljut a hatóságok látókörébe. Az egy töredék, és még annak is a töredéke az, ahol valamilyen hatékony ö, igazságszolgáltatás történik, és ez nem azért van, mert nem igaz az az eset, hanem azt el lehet olvasni, hogy ez miért van a rengeteg rendszerhibákról szóló tanulmányban és kutatásban, amiket az évszázadok alatt előállítottunk, onnantól kezdve, hogy tök szanaszét van, hogy milyen bizonyítékokat vannak egyáltalán be, hogy nincs biztosítva az áldozatnak a védelme bármilyen folyó eljárás alatt ezzel a kis nyilván tök jó, de hogy gyengécske távoltartással, és hogyha valaki nincs, könnyen beletörik a bicskája, vagy végül visszavonul a, 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 a saját érdekérvényesítésétől, vagy könnyebben, és itt tart, tehát rengeteg nem, sebb... nem Ismer, nem hmm? ismer belefogni. Nem, vagy nem, nem ismer nem belefogni, be. tehát hogy, 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 rengeteg sebből vérzik a rendszer, tehát nagyon kevés van konkrét jogi és, 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 és igazságszolgáltási folyamánya ezeknek az eseteknek, és azt is tudjuk statisztikákból, hogy egyébként a hamis vádak aránya nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Tehát, hogy mindezeket az információkat figyelembe véve, hogyha Arról kell dönteni, hogy ki valószínűbb, hogy hazudik. Tehát kinél állítsuk azt, hogy, hogy vélelmezzük az ártatlanságát, nők esetében azt az ártatlanságot, hogy nem hazudik, férfiak esetében azt az ártatlanságot, hogy nem bántalmazó. Ilyenkor kvázi statisztikai alapon <laughs> érdemes ahhoz húzni, hogy valószínűleg nem hazudik a nő. Egyébként általában érdeke se lenne benne. Tehát ilyenkor még amit érdemes megnézni, az az, hogy nézzük meg az érdekeket, és, és tekintve azt, hogy mikkel szembesül akkor valaki, hogyha coming out-tól erőszakáldozatként, és akkor mit kap a mindenféle helyekről, a környezetétől, a médián át, hogyha nyilvános az eset a, a rendőrségig, az összes ilyen dolog, tehát, hogy, 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 nem nagyon áll érdekében, így a jelenlegi kontextusban, a férfinak pedig igen csak érdekében áll azt mondani, hogy az nem igaz. Azért, azért szerencsére ott nem tartunk, hogy abból nyerni lehessen, hogyha az ember azt mondja, hogy igen, bántalmaztam is, mert Itt most nem már a vége. Leszek akkor ilyen ördögügyvédje, mert pont azt mondják, ugye Varga Judit ügyével kapcsolatban, hogy hát neki pont érdekében állt, és hogy ő pont olyan pozícióban van, és politikailag pont jó jön ez, hogy a magyar Pétert akkor így lehet elkaszálni. Zárójelben megjegyezném, hogy semmilyen csorba nem esett Magyar Péter megítélésén, még így sem, és emellett pedig az még szerintem nagyon érdekes, hogy ha leszedem Varga Judit azt, hogy hogy ki ez a nő, aki elmondja ezt a történetet. Leszedem róla mondjuk azokat a politikai kiszólásokat, amiket ő maga is megtesz, és csak így tisztán a szöveget elemzem, hogy hogy, hogy írja le ezt a bántalmazás történetet. Egy borzasztóan hiteles az bántalmazás ismeres, leírás. Igen. Tehát, hogy így mindent szóról szóra a nagykönyv szerint mond el. Ezzel együtt sem mondom azt, hogy akkor mindenkitől elvárom, hogy ezt higgye el, viszont, ha mondjuk olvasna szakirodalmat az ember, meg tényleg lenne erről közös társadalmi tudás, hogy miért érdekes az, hogy meghallgassuk azt a másfél órányi elbeszélést, és miért ne csak azt ragadjuk ki, hogy esetleg Varga Judit is pofon vágta egyszer Magyar Pétert, vagy, vagy visszaüvöltött rá, hanem nézzük a bántalmazás egészét, és egyébként azokat a bántalmazási eszközöket, amiket ő felsorol másfél órán keresztül, miért érdemes figyelembe venni emellett, és mondjuk így latba vetni, nem tudom, hogy kezdtem el a mondatot, de, Tehát, hogy mit lehet, úgy kezdett, hogy mit lehet arra mondani, hogy de Varga Judit esetében ez egy másik sztori és vagy egy ördögügyvédjésztél. Igen igen igen. hogy számomra miért nem áll meg az hogy még Varga Juditnak is érdekében állhatott, én el tudom azt hinni, hogy ez a nő magától és a saját élményeit mondja el, mint ahogy az áldozatok általában, csak maga, maga a puszta történet és leírása a bántalmazásnak önmagában lehet hiteles attól, hogy egyébként ő milyen politikai pozícióban van. Hát szerintem a kettő egyszerre lehet igaz. Tehát, hogy az a, az a sztori, amit elmond, az azért nagyon sok tekintetben teljesen igaznak tűnik, és mégiscsak van, ugye meg volt egy politikai jelentősége, hiszen próbált a Magyar Péter személyének egy ilyen negatív oldalára rávilágítani. Igazából én azt szeretném mondani, hogy szerintem fontos lenne tudni, hogyha Magyar Péter egyfajta politikai babérattör, tör, babérokra tör, akkor hogy mit gondol a nők elleni erőszak ügyéről? Anna? Én nekem probléma az, hogy erről a két szereplőről beszélünk sokat. Más ügyben is szeretném, hogyha nem nagyon ragadnánk le a, az adott szereplők mellett, mert mindig abba az irányba megyünk el, hogy ők konkrétan milyenek. Tegyük föl, hogy van egy elképzelt nő, aki elolvasta mi összes tanulmányunkat, amit az elmúlt 30 évben írtunk, valamint még angolul, franciául és németül is elolvasta az összes erről szóló tanulmányt, eset tanulmányt, példát, és jól megtanult, hogy milyen egy bántalmazott nő. És az kiáll a rendőrség elé, és elmondja, amit megtanult. Én azt állítom, hogy egy közepesen képzett szakember is leveszi, hogy igazat mond, vagy nem, hogy ez az ő története-e, vagy nem. Tehát nem hiszem azt, hogy ezt be lehet tanulni. Jó, mondjuk színpadon esetleg egy színésznő ugye láttam már ilyet, az is a saját történetét mondta el egyébként, amikor láttam ilyet, de rendkívül nehéz. Nagyon nagy feladat lenne. Tehát én mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy első körbe higgye el. Ha aztán, ha kiderül, hogy nem mondott igazat, akkor ki fog derülni, de nagyon kicsi erre az esély. Másrésztről sokkal fontosabbnak tartom ennél azt, hogy valaki, aki egy ilyen helyzetben van, az miért lehetséges az, hogy a polgári életében is, tehát a családon kívül, mondjuk a szakmai életében is, sem áll ki a bántalmazottak mellett, holott ő maga is az, ő maga is bántalmazott. Ennek is rengeteg. Először is a nőknek egy nagyon nagy százaléka bántalmazott. Ha minden bántalmazott nő, aki a szociális szférában, a rendőrségen vagy a bíróságon dolgozik, kiállna a bántalmazott nők mellett, akkor már sokkal jobban állnánk. Vegyük észre, hogy a bántalmazott nők sem képesek kiállni a többi bántalmazott nő mellett, még szakmai helyzetben sem mert nagyon fontos azt látnunk, hogy például segítőnek, bántalmazottakon való segítségben résztvevő szakembernek is csak az mehet, aki már túl van rajta, már feldolgozta, már beépítette, már az egész személyiségét nagyjából fölé emelte annak a dolognak, ami ővele történt, mert amikor benne vagy, áldozatként egy ilyen szituációban, akkor elég veszélyes dolog belefolyni másoknak való segítésbe, triggerelhet benned érzelmeket, beláthatatlan reakciókat. Tehát védekeznie kell a bántalmazottnak, körül kell magát építeni egy fallal, ahhoz, hogy a normális életét, mondjuk a szakmai életét vinni tudja. Nagyon sajnálatos, hogy nem kapott segítséget időben az illető, és nem tudott időben túl fölé emelkedni, mielőtt azokba a szakmai helyzetekbe került, ahol éppen bántalmazott mellett kéne kiállnia. Tehát én mindenképpen azt szeretném mondani, hogy ez egy annyira átszövi, ez az egész dolog annyira átszövi a társadalmunkat minden szinten, és olyan kevés a segítség, és olyan nehéz tudniuk az áldozatoknak, hogy van segítség, mert azért van, hogy tulajdonképpen nem várható el tőlük, hogy a többiek mellett, hát elvárnám, én is elvárnám, de mégsem várható el a tőlük az, hogy a, hogy a többiek mellett ki tudjanak állni. Nekem van még egy elmaradt témám, ne szabad? Jöjjön. A legelején felvetetted, hogy milyen gyorsan túllépünk a, a fölvetett problémákon, és hol van már a, a, ez az interjú, meg hol van már akár a mi másfél héttel vagy két héttel ezelőtti adásunk, de hol van például az egésznek az eleje a pedofil botrány. Nagyon jó lenne beszélni a pedofiliáról is, mert ugyanis nem csak azért, mert már elfelejtettük, hogy volt is ilyen, hanem azért, mert amikor fönn volt, amikor beszéltek róla, akkor is rendkívül hamis hangok haladszottak ezzel kapcsolatban, és főleg hamis hangok haladszottak. Tehát bármelyik oldalról is tulajdonképpen az volt a közmegegyezés, hogy ez egy betegség, és csak azon vitatkoztak, hogy ezzel a betegséggel szemben milyen eljárás mármint a pedofília maga, az egy betegség, és hogy ezzel szemben tulajdonképpen mi a helyes eljárás, hogyan kell kezelni magát a betegséget, vagy egyáltalán kell -e. És én ezt nagyon súlyos problémának tartom, mondom, a politika minden áramlata felől én leginkább ezt vettem észre, hogy betegnek tartják azokat az embereket, akik gyerekekkel folytatnak valamilyen szexuális viszonyt. Ebből mindjárt az is következik, hogy elkezdenek azon tökörészni, bocsánat a kifejezésért, de szándékosan használtam, hogy ez mostan kisgyerek, közepes gyerek, nagy, nagy gyerek, tehát a, ó, hát aki 18 éves, az már nem is gyerek, meg aki 16, az már, meg hogy mitkor is van a beleegyezési korhatár, meg ilyesmi, tehát ezen, mondom, még egyszer így, tökörésznek, hogy most számít a -e gyereknek, vagy nem számít, az, akivel szemben ez a dolog történt, holott egyértelmű a kérdés, hatalmi viszony volt-e, vagy nem volt hatalmi viszony a felek között. Ennyi amit meg kell vizsgálni. Még csak a korhatárt se tartom helyesnek, de hát belátom, hogy a jognak valamilyen vörös vonalakat meg kell húznia, legalább a 18 év alattiaknál nézzük meg, hogy volt-e hatalmi viszony az elkövető és az áldozat között, illetve terjesszük ki a figyelmünket az egyéb viszonyokra, tehát a felnőttek közötti hatalmi viszonyokra is, orvosbeteg, pszichológus páciens, főnök beosztott, stb. Ezekre a viszonyokra is terjesszük ki ezt a figyelmet, mert mindig arról van szó, hogy a hatalomban lévő kihasználja a neki kiszolgáltatottat, és nem arról van szó az esetek 99,9%-ában, hogy ő neki pedofiliája lenne, tehát ez a pszichológiai problémája lenne, hogy nem tud másra gerjedni, mint egy serdületlen kisgyermekre. Az a pedofilia betegség, aki másra nem tud gerjedni, nem kell, hogy feltétlenül éljen ezzel a vágyával. Ha szarul érzi magát miatt, akkor elmegy orvoshoz, és megpróbál meggyógyulni belőle, de a, akik gyerekeket használnak szexuális célra, fiatalokat, nekik kiszolgáltatott éretleneket, azok nem pedofilok, hanem hatalommániások. Igen, ez, ezzel kapcsolatban így megint felhoznám egyébként, egy ilyen, ez egy ilyen kincses bánya, ez a nők joga honlap, is van erről is szerintem az, amit erről szakmai anyagként akkoriban kiosztunk, amikor az elhíresült pedofil törvényként slash homofób törvényként elhíresült dolog kijött, és akkor ott ezt részletesen megérveltük, hogy alapvetően maga a, a, lényeg azok, ezeknek az elkövetőknek a számára az, az pont az áldozatnak a teljes kiszolgáltatottsága. Tehát amire ő gerjed, az az, hogy ő itt most bármit megcsinálhat ezzel a másik emberrel, és a gyereknél kiszolgáltatottabb nincsen. Minden szempontból. Tehát, hogy az összes materiális szempontból, és pszichológiai szempontból, és minden szempontból, és itt igazából ez az izgi, és ez az, ami miatt a Berli Liga pornót szeretik nézni az emberek, vagy akár nem csak a Berli Liga, hanem kifejezetten a gyerekpornót, akik nézik. én, én nekem egyébként ez most lehet, hogy így erős lesz, de nekem ilyen nagyon, nagyon kellemetlen gondolatok türelmkedtek a fejembe, például azon a tüntetésen, ami a hősök terén volt, és ahol felolvasásra kerültek ezek a mondatok, nem tudom, hogy ezt így figyeltétek el. Az influencer tüntetés? Igen, az influencer tüntetés a gyerekházatok szájából, ott így körülnézve a tömegben, így bennem felmerült az a kérdés, hogy most vajon hány csávónak lett reakciója? hány csávó az, aki amikor majd most hazamegy, akkor a kedvenc kategóriái közül azt fogja nézni. Tehát, hogy az a narratíva, ami szerint próbáljuk ezt egy ilyen, ö, már megint csak a, a teljesen a normális társadalomtól teljesen különálló és ritka és szörnyszerű, ugye szörnyek járnak, ö, keretezéssel hozni, az nem a valósággal van összefüggésben, mert a valóságban ilyen top hit filmek lesznek azokból, a hollywoodi filmekből, amik arról szólnak, hogy a szexi fiatal lány milyen csábosan elcsávítja a gazdagabb középkorú csávót, és akkor szegény gazdag az nem tud mit kezdeni magával, hát ő kénytelen ennek a kísértésnek, és így tovább, de itt most rengeteget felsorolt nekik, hogy ugyanígy ott vannak a, a szél romanticizált ö, ö, abúzus történetek is, amiket a amiket a, a, a Netflixen Néznek a fiatalok, idősek, a mindenki, és fantáziál arról, hogy, hogy, hogy ennek kéne lennie az izgalmas és a jó párkapcsolatnak. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen tök nagy gázlángolás ebben az egészben nekem, hogy így úgy, úgy próbálni csinálni ezekről az erőszakformákról, mint ami egy ilyen teljesen más világból jön, és akkor betegek valahogyan azok az emberek, akik ezt csinálják, és akkor, és akkor ez egy normális ember számára fel sem fogható, ahelyett, hogy felismernénk, az összefüggéseit ezeknek a spektrumoknak, annak, hogy mit, mit tekintünk normálisnak, hogy, hogy mit fogyasztunk akár popkulturális termékek terén, milyen dalszövegeket hallgatunk. Hát most, most néztem ezt a TikTok trendet, ami, hogy egy, egy ilyen tánc, ugye a TikTokon mindig ilyen táncok vannak, ez csak szerintem egy ilyen jó példa, hogy most beugrott, hogy uh, ilyen rövid táncok vannak, és akkor van valami zeneszám, egy rapper elmeséli, hogy, hogy így hogyan kurná meg a csaját úgy, hogy közben folytogatja, és akkor erről lett egy ilyen folytogatós tánc. És kisgyerekek táncolják a folytogatós táncot, érted? Most egy olyan világban, ahol kisgyerekek a baszás közben folytogatós táncot táncolják, mégis, hogyan tudunk erre a dologra úgy tekinteni, mint egy teljesen univerzumon kívüli, furcsa, ritka, betegséget feltételező valami. Hát nem! Hát ez ezen a, a nőkelni erőszak normalizáltságának a kontinumán elhelyezkedő tevékenység, azt megvalósító cselekvés, valami olyat valósít meg, ami amúgy teljesen benne van az zeitgeist-ban, meg így a jelenlegi pop és politikai és minden kultúránkban. Én most nem tudnám a pontos forrást és a számot idézni, mert nem készültem, de néhány évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt olvastam, és egy, egy írásban fel is használtam egy amerikai egyetemeken végzett kutatást, amelyik azt írta le, hogy ilyen nagyon jelentős százaléka az amerikai egyetemi talányoknak arról nyilatkozott, tehát egy 20-30 százalékról van szó, hogy őket folytogatták szex közben. Egyetemista lányokról van szó. Tehát, hogy, hogy abszolút, csak Alá amit Noel mondott, abszolút a, a normába tartozik az erőszak és a szexualizált erőszak. É, már annyira bólogatok, hogy fájni fog a nyakam. Bocsánat, hm. mindjárt átadom a szót, de én is el akartam csatlakozni erre, mert amikor arról beszéltem, hogy volt az a pár hónap az életemben, mikor nagyon-nagyon tudatába voltam, hogy a nőkkel mi történik, akkor ez volt az egyik része, és nagyon örülök, hogy behoztad a pornót, és nagyon erős, de szerintem tényleg helye van, hogy ezzel a tudattal is mászkáltam, hogy most a villamoson a férfiak közül, akik körülvesznek, hányan mire verik? Uh -huh. Mert hogy erről nem szoktunk beszélni, meg ez egy ilyen láthatatlan valóság, de mindenki tudja, hogy a férfiak pornófogyasztók nagy számban nagyon nagy jelentős számban, nagyon-nagyon-nagyon nagy számban, nagyon-nagyon kiskortól, és akkor úgy kell tenni, mintha ez a valóságunkban semmilyen hatással nem lenne, ezt ők otthon csinálják, és aztán ez így, ezért. de hogy amikor megszerzed ezeket a tudásokat feministaként, akkor annak is tudatába kerülsz, hogy ez bizony a, egészen fiatal tini lányoknál már normalizálja a nagyon-nagyon durva erőszakos szexuális aktusokat, leuroló pozíciókat, és ami a pornóban megjelenik, és a folytogatás. És barátnőimmel kell arról beszélnem, amikor néha így megnyúlunk egymásnak, hogy kiderül, hogy a hetero barátnőim is küzdenek azzal, hogy ők bassza meg élvezik ezt a rohadt folytogatást, és hogy ezt akkor most hova tegyék el magukban, mert hogy ők is bele ebbe szépen. És így nem hiszem el, hogy mit hallok. Igen, erről egy kicsit elemezgettünk, ugye, azt hiszem, hogy az, az abban a hírösszesítős adásunkban, Igen. és itt most én megint egyébként kiemelném azt, hogy, hogy és még azt csak hagyjál, de hogy arra kondicionál férfiakat, fiúkat, fiatal fiúkat, vagy kisfiúkat, gyerekfiúkat, gyerekfiúkat hogy a nők bántását, kínzását összekössék a fejükben az élvezettel. Hát én évekkel ezelőtt egyszer egy pszichológus beszámolt nekem arról, egy nő, pszichológus nő, hogy páciensei panaszkodnak neki arra, hogy nem tudnak a feleségükkel szexuális életet élni, mert szeretik. És az a szex, amit szeretnének csinálni vele, és amit a pornóból tanultak, és amire, hogy úgy mondjam, rá vannak kattanva, azt nem csinálnák azzal, akit szeretnek. Nekem az jutott eszembe, hogy nemrég láttam, hogy a Brook Shields-nek kijött egy dokumentumfilmje tavaly, ami arról szól, hogy őt annak idején 46 éve megjelent filmben, hogy használtak erre, tehát egy, egyfajta ilyen Lolita, Lolitához hasonló történet volt, az a film címe, hogy Pretty Baby, én nem emlékszem, hogy ez Magyarországon ment volna, de hát teljesen erről szólt. Akkor ő még kiskorú volt, gyönyörű volt a standardok szerint, és teljesen kihasználták, és egy, egy ilyen szexi szerepet kellett eljátszania. És nekem erről mindig az jut eszembe, hogy hogy ugye a nyugati társadalom az magát ilyen, ilyen progresszívnak gondolja többek között ebben a témában is, és hogy, és hogy például a, a más vallások, ahol jobban elnyomják a nőket, ahhoz képest mi hol, hol járunk, de szerintem az, hogy a film médium a lehetőséget ad arra, hogy, hogy, ilyen történeteket is megmutassanak, az pont azt mutatja, hogy, hogy, ebben a témában sajnos van, mit, mit csinálunk, és hogy ebben a témában nem vagyunk progresszívak, mert a progresszióhoz hozzá tartozna az is, hogy a nőkeleni erőszakot elítéljük, és nem próbáljuk belesújkolni már nem kötjük erotikus, erotikus élvezethez az erőszakot. Igen. Igen. Amiről meg megint nem, nem beszélt ez az egész talán másfél hétig tartó mm. uh, hullám a pedofil botrány után, vagy a kegyelmi botrány után, bocsánat, az az, hogy miért vannak ott a gyerekek az intézetben. Miért kiszolgáltatottak? Mi történt velük előtte? Mi nem történt velük előtte? Hogy kerültek oda? Hogyan váltak, hogyan váltak alkalmasra arra, hogy velük ez történjen? És amikor innen kikerülnek majd, akkor ővelük, velük. Tehát arra, arról jutott ez eszembe, hogy a nőkkel ez folytatódik. Hát ez igaz, de konkrétan ezekkel a fiúkkal is. Tehát a, személyesen konkrétan velük. Tehát aki ilyen abuzusok érnek, az nagyon nehezen jön ebből ki. Tehát az élete további részében is meg kell majd küzdenie a saját kiszolgáltatottságával és ennek az egésznek az emlékével. De hogy hogy kerültek ide? Tehát ami az egyik legfontosabb probléma, is, amiről se a az úgynevezett áldozatsegítő intézményrendszer felemlegetése során nem beszéltek a, a, a hivatalosok, se amúgy nem nincs erről szó, hogy az intézetbe azért kerülnek a gyerekek tömegesen, és elég nagykorban már, viszonylag nagykorban már sokszor, mert addig az őket érő családon és környezeten belüli erőszak, ami nagyon sokszor szexuális erőszak is, az egyáltalán nincs kezelve, felismerve, semmi nem történik vele, és csak akkor ö, nyúl ki utánuk az intéz a gyermekvédelem, amikor már valami borzalmas dolog van. Tehát drogoznak, lopnak, rabolnak, erőszakolnak, stb. És amikor bekerülnek az intézetbe, mert kiemelik őket, 6-8-10-12, nem tudom hány évesen, totál károsan, és berakják őket az intézetbe. Egyrészt az intézetek nincsenek specializálva az ennyire totál káros gyerekekre, vagyis nincs elég speciális hely azok számára, akikkel nagyon komoly baj van, és speciális szakember sincs elég. De másrészt, amikor bekerülnek ezekbe az intézetekbe, akkor nincs odaírva rendszeresen és módszeresen az, hogy velük mi történt, mi az anamnézisük, mi volt az előzmény, miért kerültek ide, miért örjönk, miért kell gyógyszerezni, ezek nincsenek oda beleírva, tehát az őt kezelni kezdő pedagógusok és szakemberek nem fogják tudni, hogy mi történt vele, legalábbis nem rendszer szinten. Van, amikor igen, és én nekem ilyen, ilyen kutatásom van, ami arról szól, hogy ez nem derül ki az ő intézeti létük során, vagy nem feltétlenül derül ki, és erre nem kapnak speciális kezelést. Tehát az a probléma ezzel az egésszel, hogy tulajdonképpen dúl az erőszak a társadalom számos szinterén, nők és gyerekek ellen is, és nincs kezelve, és utána, amikor baj van, akkor a gyerekek bekerülnek az intézetbe, ott ők maguk is szörnyen viselkednek, velük is szörnyen viselkednek, és az egész így marad ezt is így össze lehetne kapcsolni azzal, ami, ami, már korábban elhangzott így a szakemberekről, hogy, és aztán jön az, hogy akkor a szakemberek mibe vannak. Gondolják-e azt mondjuk azok az elvileg szakemberek, akik intézményekben dolgoznak, hogy például a roma lányok akár a prevenció, mert ők úgyis olyan kultúrából jönnek, hogy ők szeretik, ha verik őket, meg szerintük az a jó kapcsolat. gondolják -e azt, hogy egyszer kurva, mindig kurva? És hogy mondjuk van-e olyan mázli, mert, mert, mert említette az elején, és tök fontos szerintem is kiemelni, hogy vannak nagyon jó szakemberek is, vannak nagyon jó szándékúak, akik általában egyébként saját indítatásból és érdeklődésből és empátiából utána járnak, kikutatják, elmegy konferenciára, elmegy képzésre és tud jól segíteni, és akkor itt jön az, hogy, hogy a mázlin múlik, hogy találkozik-e egy ilyen kiszolgáltatott gyerek, vagy amikor mondjuk bántalmazott nőkről beszélünk, akkor, akkor nő vagy anya, azzal a szakemberrel, és amit mi próbálunk ugye nyomatni, az az, hogy ez nem ára mázlin múljon. Nekem annak idején, amikor 2005-ben volt egy kutatás a börtönökben, és kifejezetten a büntetésvégrehajtási intézeteknek a vezetői segítettek abban, hogy elérjünk olyan nőket, ami sajnos nem volt nehéz, akik, akik bántalmazottak voltak nagyon sokáig, és aztán a kellő segítség elmaradása miatt ők védték meg tulajdonképpen magukat, és önvédelemből, emberüléstől követtek el. Szóval ezekkel a nőkkel interjúzva jöttem rá arra, és ez nekem nagyon, egy nagyon-nagyon erős motiváció volt arra, hogy ezen a területen dolgozom tovább, hogy ők azt mondták, hogy végig a perük során, ami eleve nehéz volt, nem tapasztalták egyrészt azt, hogy hinnének nekik, másrészt pedig nem voltak meg a szavaik sem arra, hogy kifejezzék, hogy velük mi történt, és mi, tehát az interjú készítői voltak az elsők, akiknek ezt őszintén elmondhatták, és akik segítettek, adtuk nekik szavakat, ahhoz bejebb tudtunk egyre inkább jutni a történetben, mert felismerték, hogy igen, velük ez történt, és ez, és ez, és meg az a felismerés, hogy nincsenek egyedül ebben. Tehát ugye erre vannak szavak, és vannak emberek, akik hasonlót éreznek vagy élnek át. És azt hiszem, hogy mi ezt próbáljuk tényleg társadalmi szinten is elérni, hogy legyenek szavaink, és az adott áldozatok ezt, ezt föl tudják ismerni, hogyha ők ebben, ebben benne vannak, és ugyanúgy a szakemberek is ezzel dolgozzanak, ezekkel az eszközökkel. És ne azok a szavaink legyenek, amik, bocsánat, megint Varga Judithoz kell visszatérnem, mert annyira jó állatorvosiló, hogy, hogy ő is arról beszél, hogy narcisztikus az ő bántalmazója. A személyes környezetemben például, hogy ezzel küzdök, amikor Varga Judit kapcsán, vagy akármilyen ügy kapcsán beszélgetek ismerőseimmel, hogy jönnek ezek a buzzword meg ilyen pszichologizáló, teljesen félrevivő szavak és kategorizálások és diagnózisok emberektől, mint hogy ilyen olyan személyiségzavar, miközben uh, ahhoz, hogy ne szörnyként tekintsünk meg ilyen deviáns, vagy uh, nem tudom, milyen igen, univerzumon kívülálló álló szereplőkre a bántalmazókra, ahhoz szükség lenne arra, hogy ezt megértsük. Csak hogy erre azonnal reagálva, én egyébként sajnálom, hogy ő, hogy ő ebben van benne, tehát ö, én, én őt tökre sajnálom Varga hogy ez vele megtörtént, és hogy, hogy ő ezt így, így értelmezi. E, tehát hihető az, hogy, hogy, annyira annak a hatása alatt volt, ahogy vele viselkedett a partnere, hogy inkább a, az ő pszichológiai védekezése az, hogy ő ezt így próbálja értelmezni, és ez szerintem elég gyakori nőknél, meg, meg ehhez az, ad is eszközö, eszközöket, például a média, de én én igazából őt sajnálom ezért, és remélhetőleg el fog jutni odáig, hogy, hogy meglátja ezekben az összefüggéseket, hogy ez tényleg társadalmi és rendszer szintű probléma, mert én azt gondolom, hogy talán ő még ezt nem látta meg. Attól, hogy ő igazságügyminiszter miniszter volt, nem biztos, hogy volt olyan szituációban, meg olyan annyira felkészült erre, hogy, hogy ő ezt látta volna. Annak nagyon örülök, hogy ezt a náciztípust ezt külön most kiemelted, mert egyébként az egy olyan része volt ennek a két héttel ezelőtti adásnak, ami nekem nagyon beütött, mert ugye ez annak kapcsán merült föl speciál abban, az a, abban a beszélgetésben, hogy így ezeken a különböző kerekasztalokon milyen szempontok vagy milyen, milyen megközelítések voltak képviselve. Például az nagyon kiborító volt, hogy ezt egy ilyen pszichés abnormalitásként keretezve rakták bele a chádi életre nevelés tanterve, mert közben pedig amúgy nagyon jó erőszak megelőző prevenciós programok léteznek. Legfőképp a na meg a patentált csinált közös ilyen preves tevékenység, ami ezt a valósághoz egyel hübben és társadalmi kontextuson belül és a nemek közötti viszonyok összefüggésében adresszája, tehát úgy, ahogyan ez a valóságban is történik, és akkor ehhez képest ez a teljesen ilyen elidegenítő és egyébként a valóságot nem tükröző mód, ez iszonyúan kontraproduktív. De azt, azt szeretném kiemelni, még így rácsatolva arra, ami, ami ott elhangzott, hogy egyébként az egy, az fontos felismerni, hogy ez a narcisztikus, ez a pszichologizáló nyelvezete, ez egyébként sok érintett számára az elején nagyon hasznos. mert, Mert sokszor még nem állnak készen arra, hogy lebántalmazózzák a bántalmazójukat, szeretnék őt egy ilyen egyéni szinten megérteni, vagy valamilyen magyarázatot találni, és egyébként ez egy hasznos lépcsőfok ez a narcisztikusként beazonosítás sokszor, mert ugye olyankor szokott az jönni, hogy nem fog megváltozni, hogyha neki ez egy ilyen inherens része, akkor ez segít egy csomószor az abba, arra a lépésre való jutáshoz, hogy így ebből ki kell lépni, mert neki ilyen a ő ilyen, és akkor ahelyett, hogy meg fogom próbálni meggyújtani, kilépek, szóval, hogy valahol egy picit ö, árnyalnám azt, amit, a, amit ott így eldühöngtem erről, de közben továbbra is azt tartom, és gondolom, és gondoljuk sokan, hogy alapvetően ez nem egy individuális pszichés probléma, hanem egy tanult viselkedés, társadalmilag tanult, tehát hogyha ha megnézzük azt, hogy globális kutatások szintjén, részletes elemzésben, hogy mik azok a kockázati faktorok, mik azok a közös jellemzők, amik Konzekvensen, mindenhol fölmerülnek ilyen elkövetők esetében. A legnagyobb közös nevező az az lesz, hogy azt gondolja, hogy a nő helye a férfi alatt van. Ez a fő közös jellemző, és ez egy tudományosan alátámasztott tény. És még valamiért <coughs> fontos erről a narcisztikus személyiségzavar koncepcióról beszélnünk, mert nem csak az, az éppen bajban levők számára lehet, a, segítség, B, gátlás. Tehát, hogy mind a kettő lehet, ugye? Mert, ahogy te mondtad, segíthet abban, hogy kilépjen esetleg, vagy, vagy eltávolítsa magát tőle, de árthat is, mert betegségnek tart valamit, ami nem betegség, és esetleg arra indul rá, hogy gyógyítsuk meg. Ö de nem csak az ő szempontjából fontos, hanem pont a női szolidaritás szempontjából nagyon fontos kérdés az, hogy narcisztikus személyiségzavarról vagy társadalmi problémáról beszélünk-e. Mert addig, amíg narcisztikus személyiségzavarról beszélünk, addig minden más nő és férfi gondolhatja azt, hogy minket nem érünk. Ez az ő egyéni problémájuk. Mi szerencsére egészségesek vagyunk, mi velünk szerencsére ilyesmi nem történhet meg. Ellenben, ha tudják azt, hogy ez a társadalmi berendezkedésünkből fakadó jelenség, amelyek nem kell mindenkit érintenie, de elég sok mindenkit kell ahhoz érintenie, hogy a társadalmi berendezkedésünk töretlenül fennmaradjon, akkor esetleg eszükbe jut, hogy engem is érinthet, én is kerülhetek ilyen helyzetbe, vagy azok, akiket én szeretek, kerülhetnek ilyen helyzetbe, mindannyiunkra igaz lehet, és mind Árdhat. És emiatt lenne nagyon fontos lekattanni már végre ezekről a pszichóizékről, nem mondom azt ezzel még véletlenül se, hogy ne volna a pszichológiának szerepe a nők elleni erőszakkal kapcsolatos tevékenységekben, például az áldozatok megsegítésében, vagy akár az elkövetők segítésében, ha mondjuk jelentkezik valaki azzal, hogy szeretnék lejönni erről a magatartásról valahogy. Tehát lehet ebben szerepe a pszichológiának, de semmi esetre se a diagnózis. Területén, tehát nem az a baj, hogy az illető cihésen beteg. Még az jutott eszembe, hogy esetleg még, még ö, példát hoznék arra, amiket Réka említett a, azzal a kapcsolatban, hogy egy fontos feladata a szóalkotás, meg a kifejezhetővé tétel, hogy ez ne ilyen misztikus maradjon, hogy itt mikre gondolunk, hogy például az a kifejezés, hogy intézményjárulás, az mennyire fontos. Volt a nőknek, amikor ennek neve lett kvázi, és előtte is hívtuk sokféleképpen. Egyébként, és már az is nagyon fontos volt nekik, hogy 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 intézményes abúzus ilyen kifejezések voltak például, de hogy ez, hogy elárulva érzik magukat. Uh -huh. és, és el is vannak árulva. Igen. Vagy akár egyáltalán az olyanok, mint hogy stressz zavar, Tehát a PTSD-ről, meg a traumáról a nőszervezetek tevékenysége előtt igen kevés szó esett. Nem volt a trauma és gyógyulás meg magyarul. És hogy ezek olyan dolgok, olyan olyan kulcsfontosságú nyelvezet, amire hatalmas szükség volt és van és lesz is, ami viszont szerintem egy ilyen érdekes dolog, amivel, amivel érdemes lesz majd így figyelnünk, és erről, erről egyre több szó van így a pszichológiai kifejezésekkel kapcsolatban, az az, hogy ahogyan kerülnek be ilyen kifejezések a köztudatban, az a megfigyelés, hogy, hogy egy kicsit inflálódnak. Yeah. Uh, és, és, akár egyébként az abúzus vagy a bántalmazás fogalma is tud inflálódni. Vagy amikor a MeToo kapcsán uh, a zaklatás szó terjedt el, és hirtelen minden zaklatás lett. De a kiskorúval szemben elkövetett sorozatos szexuális visszaélést is zaklatásnak apostrofálták utána emberek. Tehát, hogy, hogy hogy, hogy azért óvatosan, óvatosan, kell ezzel a dologgal bánni, mert hogy, mert hogy így nem tudom, amikor azt mondod a szóra, busz megállóba, hogy jaj, ma teljesen a matekdoga traumatizált, akkor elveszik valami a súlya annak a kifejezésnek, amivel nem azt mondom, hogy mindenki beszél úgy, hogy szeretne, csak, csak közben így, így szeretném erre is a figyelmet, hogy fontos szerintem ügyelnünk arra, hogy megmaradjon a súlya azoknak a, azoknak a szavaknak, amiket használunk. Tök jó, hogy, hogy, hogy elterjed, hogy köztöttel válik. De például nem minden szar kapcsolat, bántalmazó kapcsolat, még csak nem is minden egyenlőtlen kapcsolat bántalmazó kapcsolat, hanem nem, ennek vannak konkrét ismérvei, és fontosnak tartom, hogy inkább ezeknek a tudatában, nem tudom, diagnosztizálgassunk. Tökő, hogy ezeket mondtad, igen. Az elinflálódáshoz megint csak személyes szinten így azt akarom mondani, hogy én a saját gyógyulásom tekintetében is érzem ennek a kárát, mert az a hatása, hogy a saját erőszak élményemmel kapcsolatban nem akarom már használni az egyébként nagyon is akkurátus szavakat. És nekem is egy ilyen kettős érzésem van a pszichológizálással kapcsolatban, mert egy személyes szinten nekem is sokat segített egy pontig, de közben nagyon tudatosan szét kellett mindig választanom azt, hogy a, a saját gyógyulásom érdekében tett lépések és diagnózisok hogy hasznosak, és aztán a társadalmi része az is, hogy hasznos egyébként, mert a pszichológusom egy pontig tudott segíteni, de aztán rendszeresen arra jutottunk, hogy igen, amúgy már úgy mindent értesz, a problémád a társadalom. Uh -huh. <laughs> Tehát, hogy, és az, amilyen. Járhatok én, meg járhat itt a nő az összes nőterápiába az erőszak élménye után, de igazából egy jobb társadalomra van szüksége, uh -huh. meg megtartó közösségekre, stb. 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 És hogy a saját egyébként nagyon komoly PTSD tüneteimet már nem akarom megnevezni, meg nem akarok beszélni róla, mert én is azt érzem, hogy annyira olcsók lettek ezek a fogalmak, hogy hogy trigger, azt talán még annyira nem, de hogy a PTSD, vagy a trauma maga, és hogy így emlékeztetnem kell magam, a, 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 azzal a rengeteg amúgy privilegizált helyzetemben, hogy mennyi szaktudással rendelkezhetek, meg nőszervezetek tagja voltam, hogy, hogy baszki, ö, azt ne felejtsem el azért, hogy ö, ezek a dolgok tényleg történtek velem, és oké, okay, ezeket a szavakat rájuk használni, és tényleg Súlyosak azok a dolgok, amik történtek, és ezeket úgy én is hajlamos vagyok szinte így elfelejteni. És hogy arra gondolok, hogy mondjuk mennyi nőnek nincs ennyi információja, mint nekem, meg képzettsége, még így, hát akkor úgy, hogy milyen nehéz lehet, vagy ha az ember kiskorú, tehát hogy. Mindjárt adok még egy utolsó gondolatra kört, és én nem bánom, hogy ilyen nagyon hosszú ez a beszélgetés, mert végre van időnk rendesen kibeszélni ezeket a gondolatokat, amik állandóan ilyen kapkodva eszünkbe jutnak egy-egy beszélgetés során. És hogy szerintem ez is jelzi azt, hogy mennyire sokrétű tudást igényel ez a szakma, amit feminizmusnak hívjunk, mert hogy ezt is fontos szerintem kimondani. Hogy ez egy szakma, hogy ez nem csak ilyen. Nem egy, szakma, egy szakterület, tehát hogy. Szakterület. És benne van egy csomó szakma. Tehát lehet benne, lehet feminista pszichológus, mint valaki megkérdezte, hogy hogy lehet a feminista közgazdász. Ez mit jelent? Kérdezték meg tőlem. És én a, 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 ezt nem úgy értettem, hogy úgy vagyok feminista közgazdász, mint valaki, nem tudom, én keresztény teológus, mert az egy szakterület, ugye, hanem a közgazdásságot igyekszem a nők helyzetére, tehát a, ezt, a, ezt a, fajta képzettséget abban hasznosítom, hogy, hogy a nők helyzetére vonatkozólag több tudást tudjak összehozni és, és felmutatni. Utolsó gondolatok. Figyú, én itt még becsempésznék nem egy, hanem három gondolatot. Az egyik dolog az az, hogy az ez a történet, amit már itt ti ismertek, de és, és, és sajnálom, hogy nem volt alkalom elmondani abban az adásban, ami, ami, szerintem mutatja a cinizmusát ennek az egész elvileg intézkedésnek, így az áldozatok védelmében. Kérdezték is többen a kommentelők közül is, ha jól látom, hogy mik ezek, hogy így nem is hallottak még ilyen ezekről az apa, úgynevezett apajogi szervezetekről, és hogy ezek milyen szervezetek. és, és ugye ők is meg voltak hívva ebbe a, ebbe a családjogi, úgynevezett családjogi munkacsoportba, és hogy, és hogy ők azután voltak meghívva, hogy más tematikájú munkacsoporton így simán elhangzott a képviselőiktől. Egyrészt ült, leültették őket szembe a nőjogjakkal, teljesen egyértelműen értve azt, hogy, hogy itt milyen viszonyrendszerek vannak, és hogy nekem mondjuk úgy kellett ott ülnem, hogy velem szemben egy ilyen végig engem szemmel verő, nálam háromszor akkora csáho ül, akinek akinek akár még Priusza is van, és most direkt fogalmazok óvatosan, és hogy el tudtak hangozni olyanok, hogy hát de mindegy az erőszak háttér, mert abban a pillanatban, hogy egy anya bármilyen szinten korlátozni akarja az apa hozzáférését a gyermekéhez, akkor ő bántalmazóvá válik. És, és ilyenkor senki ne csodálkozzon azon, hogyha egy apa agresszív lesz, bedühödik, és esetleg csinál valamit. És ez így el tud hangzani ilyen teljesen, amúgy ez maga is egy ilyen, egy ilyen felfokozott hangvételben, majd ugyanilyen szervezetek aztán meghívást kapnak, tehát azok, akik védik a bosszúálló álló erőszakot, ugye ők azt gondolják, hogy nekik joguk és jogosultságuk van még akkor is, a gyerekhez való hozzáférésben, hogyha ők amúgy erőszak elkövetők, és mondjuk tőlük fél az exük, meg a gyerekük is, de nekik ehhez joguk van, és senki ne csodálkozzon, hogyha ők agresszívak lenne, hogyha lennének, hogyha ez a jogcsorból. Tehát, hogy így, így konkrétan itt nem kell semmit analizálgatni, hát ott van, ki van téve az asztalra a jogosultságtudat, és az, hogyha nekem az nem teljesül, akkor különben dübe jövünk. És akkor az ilyenek aztán meg vannak hívva családjogi, civil munkacsoportba, és akkor azzal mondva, hogy hát a vélemények kioltják egymást az oldalakon. És szerintem, tehát, hogy ehhez nem kell valami nem tudom milyen szakértelem, meg nem tudom milyen magas ö, diplomák, kutatói háttér ahhoz, hogy, hogy az ember lássa, hogy ez hogyan nem oké. Okay nagyon kiütközik a cinizmusa ennek az egész egyeztetősdinek. Szóval ez, ezt, ezt a, ezt a sztorit még itt gondoltam beszúrni, és ezen kiül még két pontot. Az egyik az az, hogy ugyan a, felfelmerülgettek a statisztikák, meg egyébként az utóbbi napokban ennek lett egy újabb hulláma egy átlászós cikk kapcsán, hogy milyen statisztikák vannak, de ezt én fontosnak tartom elmondani, hogy Magyarországon nincsen rendszeres, reprezentatív statisztikai adatgyűjtés arról, hogy a nőkeni erőszaknak a, a, az aránya, a mértéke hogyan változik. És ez egy katasztrofálisan nagy gond. Az utolsó reprezentatív felmérés tízes évvel ezelőtt készült az Európai Alapjogi Ügynökség Jó voltából. Azóta lett volna lehetőség további ilyenre, abba a magyar állam nem szállt be pedig lehetett volna után bármilyen társadalmi kérdésben csak akkor komolyan vehető az, hogy egy kormány vagy döntéshozó szeretne hatékonyan cselekedni, hogyha ehhez vállalja a folyamatos adatgyűjtést, mert különben nem fogod tudni lemérni, hogy működik-e a dolog, vagy nem működik. És őszintétlennek tekinthető minden olyan tevékenység, amihez nem társul ilyen információgyűjtés. Tehát már ettől is látható, hogy ezek őszintétlen. És annak az elemzése uh, után követ és, és így van, Anna is említette. Pontosan. Az Viszont azt, azt nagyon látjuk, hogy milyen rendszerhibás esetek kerülnek föl újra meg újra. És egyébként például az isztambuli egyezmény, ahogy azt hiszem, hogy a Réka abban az adásban említette, hogy abban az adatgyűjtés az egy alap dolog. És ugye elszámoltathatóak az államok azzal kapcsolatban megcsinálták -e ezt a kötelezettséget, vagy sem. De hát ugye nem akar Magyarország számon kérhető lenni, tehát miért is akarná ezt csinálni. De hogy, hogy egyébként így egy kicsit a, 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 nem tudom, a tudományos társadalom felé is, meg a, meg a, Magyarországon aktív politikai kutatóintézetek, meg ilyenek felé is szeretnék egy kicsit üzenni, hát ha hallgatja valaki, hogy így kutassatok már arra is rá néha létszi, hogy ezzel mi van, mert baromi drága egy reprezentatív kutatásnak az elkészítése, és azok a, a kicsi szervezetek, akik ezekkel a témával foglalkoznak, nem fognak tudni erre pénzt generálni, az állam nem csinálja. Tehát akkor izé, kiáltok ki oda felétek, hogy így néha csináljátok, szívesen segítünk bármilyen sor összeállításában, hogy az szakmailag igényes legyen. És a harmadik és utolsó dolog, amit akartam még hozzáfűzni ehhez, témához az az, hogy szerintem, amire egy kicsit megragadhatnánk az alkalmat ennek az ügynek a kapcsán, az amúgy annak a kérdésnek a mélyebb elemezgetése, hogy mit tekintünk bántalmazásnak, és hogy mi, mi a, az, amit egy kicsit az előbb is már megpedzettem, hogy mi a, mi a szarkapcsolat, mi az egyenlőtlen kapcsolat, mi a bántalmazó kapcsolat, és hogy, és hogy ezeket hogyan lehet definiálni, meg ennek hogy alakult ki a a, a nyelvezete, erről volt már egy tök jó adásod a Virtulittal, a kényszerítő kontrollos, úgyhogy ezt így mindenkinek ajánlom a figyelmébe, de amit ebből én így, így kiemelnék, és úgy látom, hogy egy ilyen nagy kavar lett a fejekben az eset kapcsán, az az, hogy a laikus hozzáállás, és egyébként egy pár évtizeddel ezelőtti hozzáállás így az erőszak kutatásban is az volt, hogy attól párkapcsolati erőszak valami, hogy erőszak, ami Otthon történik. És ez a definíció. Tehát bármilyen erőszakos cselekmény, agresszív szó vagy, vagy tett, vagy fizikai atrocitás, aminek a helye az a házban van. De ez már egy nagyon-nagyon idejét múlt megközelítés. Úgy, úgy hívják ezt, hogy szimetria vita. Lezajlott egy úgynevezett szimetria vita a 80-as években, 90-es évek elején a tudományban erről, hogy bizonyos mérési módszerekkel azt tudják az emberek találni, hogy na hát a legtöbb bántalmazás az kölcsönös. Mert hogyha arra kérdez rá, hogy volt-e már olyan, hogy felemelted a hangodat egy vitában, mind a két félnél, és azt fogja találni, hogy igen, akkor azt mondja, hogy akkor az egy-egy, ezek kölcsönösen bántalmaznak. De ebben a, az egész vitában és módszertani fejlesztésben azért sikerült oda eljutni, hogy nem azt nézzük, hogy így vannak -e, ki lehet a -e pipálni, hogy történt-e már valaha ilyen, történt-e már valaha olyan, hanem kontextust és mintázatot kell nézni, és abból fog igazából kiderülni. Mert bizony elég kevés olyan bántalmazott nő van egyébként, aki úgy bántalmazott, hogy az életben még nem emelte föl a hangját a bántalmazójával szemben, vagy nem próbált meg visszaütni, vagy fizikailag védekezni, akár úgy, hogy ő is agresszívnak nevezhető módon viselkedett. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezt az egy-egyes verziót nézzük, akkor nem fogjuk valójában megérteni azt, hogy miről szól ez a jelenség. És a kényszerítő kontroll az, amire mi általában, tehát amire mi gondolunk akkor, amikor bántalmazó kapcsolatokról beszélünk. Megkülönböztethető ez az úgynevezett ellenálló erőszak, ami, ami az, amikor van ez a kényszerítő kontrollos kontextus, és abban néha ilyen visszacsapás jelleggel az áldozat megpróbál valamit csinálni, és van szituációs párkapcsolati erőszak is, ami azt jelenti, hogy nem áll fönn hatalmi viszonyrendszer a két fél között, vagy nincs egy ilyen, egy ilyen mintázat, hanem egy ahogyan már most benne is volt az erről való szóbeszédben, ez a, ez a kifejezés olaszos, tehát, hogy ami persze, ez ugyanaz, mint a csetepaté, meg a szó, hogy ezt most nem elsújtranítási célra mondom, hanem azt mondom, hogy léteznek olyan párkapcsolatok is, ahol egyes szituációk kapcsán mind a két fél hevesebb vérmérsékletű, és tudnak ilyen durább veszekedéseik lenni, de, de nem csapódik ez feltétlenül le egy teljes anyagi kiszolgáltatottságban, egy, egy, a döntéshozásban nincs az, hogy csak az egyik fél az, aki, aki a döntéshozó, és így tovább. Tehát, hogy, és ilyen is létezik. De ezeket fontos egymástól megkülönböztetni, és ami minket aggaszt, az a kényszerítő kontrollos verzió, ami gyakorlatilag a nők és férfiak közötti hatalmi egyenlőtlenség spektrumán helyezkedik el. Ez egy társadalmi jelenségbe ágyazott dolog, ahelyett, hogy így az, hogy akkor van az átlag, a normális, és akkor így ehhez képest ez egy ilyen, egy ilyen kívülesül nagyon furi cucc, ennyi. De én szeretném itt egy kicsit árnyalni, tehát az általunkkor sokat emlegetett kapcsolat esetében, ö, nem biztos, hogy az a lényege a dolognak, hogy anyagilag, ö, te, anyagilag szerzett hatalmi fölényt meg, meg ilyesmi a bántalmazó fél, hanem az is nagyon gyakori, hogy egyáltalán a személyes fölényét biztosítsa. Az egyik fél a másik fölött. Lehet, hogy ennek aztán később mindenféle más eredménye is lesz, tehát megszerez ezt, azt a javakból, de az, az amikor mások el, előtt uh -huh. alázza a partnerét, uh -huh. vagy elszigeteli uh -huh. a partnerét, vagy a szüleitől elválasztja, vagy mit tudom, ez nagyon-nagyon gyakori, uh -huh. és még, még sokszor nem ismerjük fel, hogy mire irányul. Az én gazdasági szemléletem azt mondja, hogy előbb-utóbb az anyagi javakra is szokott irányulni, de ettől függetlenül már megjelennek ezek, a, ezek az eszközök, amelyek az erőszaknak nagyon fontos elemei, és amelyek azt biztosítják, hogy a későbbiekben tényleg kvázi teljhatalomra tegyen szert abban a kapcsolatban. Köszi a rengeteg szaktudás behozását, meg képviselését, és a munkátokat, és a nők szervezetek munkáját is, meg minden olyan áldozatsegítő szakember munkáját, aki igyekszik jobbá tenni a helyzetet kis hazánkban. Úgyhogy köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönöm. Köszönöm a, a lehetőséget.